Köszöntöm kedves nézőinket! Műsorunk eheti adásában a január 23-ai képviselőtestületi ülés 5. egyben befejező részét láthatják. Kérdése van-e még valakinek az előterjesztőhöz? Nincsen kérdés, akkor megnyitom a vitát. Vélemények, hozzászólások. Szabó Balázs, képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Jegyző úr, ez egészen pontosan jól tudom úgy zajlott, hogy tavaly tavasszal, ugye Simon akkor még képviselő úr beadott egy határozati javaslatot, miszerint hozzon a testület egy rendeletet, alkosson egy rendeletet, ugye ennek a szabályozására. Akkor ezt elfogadtuk, hogy majd hoz egy rendeletet a testület. Én akkor mondtam, hogy egy plusz határozatot szeretnék, amivel felkérjük a polgármestert, hogy kérje fel Fonts Sándor képviselő urat, hogy a szóban forgó kormányrendeletet megváltoztatására tegyen lépéseket. Na most ugye azt a határozati javaslat is elfogadtuk, meg ezt is. Annak a határozati javaslat alapján lett egy rendelet alkotva. Nem értem, hogy értem én, hogy most röhögbe lehet nekem válaszolni, de még mindig nem értem, hogy miköze az én határozati javaslatomnak, meg annak, hogy annak a Simon képviselő úr határozati javaslatára megalkotta a helyi rendeletet a testület. És még mindig, akkor vonatkoztassunk el, legyen szíves jegyző úr, ettől a konkrét példától, de még mindig az lenne a kérdésem, ha van egy szóban forgó határozat, amit még az előző testület hozott, és az előző polgármesternek szól, de nem teljesítette, akkor az átadás átvétele az új polgármesternek ez a határozat még kötelezettsége teljesíteni, vagy elévül. Ennyi lett volna a kérdésem, semmi több, mindenféle rossz szándék nélkül, de köszönöm szépen a... Remélem az elődömnek esetleges mulasztása nem mindig az én nyakamat terhelik. Képviselő szerintem nem röhögtem, legfeljebb mosolyogtam egyet, mert háromszor föltette ugyanazt a kérdést, most föltette negyedszer is ugyanazt fogom válaszolni, hogy véleményem szerint ez a kérdés, amit ön föltett, okafogyottá vált onnan, hogy a képviselőtestület ezt a szabályozási körre alkotott egy rendeletet. Amúgy itt a lehetőség, hogy akkor a testület döntsön újból, de a véleményem továbbra is az, hogy akkor a testület így döntött, és akkor, amikor meghozta a rendeletet, nem hozott egy újabb határozatot, hogy ismételten keressék meg az országgyűlési képviselőt. Én úgy gondolom, hogy azzal a rendelettel az a téma le lett zárva. És ezt továbbra is ezt tartom. Képviselő nyugodtan ötödször is megkérdezheti, ugyanez lesz a válaszom. Egy általános kérdést tettem föl, most föl. Mondtam is, hogy hagyjuk ezt a témát, viszont feltettem, ha van egy ilyen, akkor... Kötelezi-e az új polgármestert, vagy nem? Általánosságban legyen szíves ötödszörre, most már válaszolja meg a kérdést, hogy tudjak tanulni ebbe a témába. Köszönöm szépen, jegyző. Képviselő, akkor ötödszörre is válaszolok. Tehát ugye itt azt a témát, én úgy gondolom, hogy lezárta a képviselőtestület. Függetlenül attól, hogy rendeletet alkotott, vagy határozatot hozott. Azt az adott témába volt ez a felvetés. Általánosságban, hogyha egy képviselőtestület továbbra is nem zárja le azt a témát, tehát nem hoz be egy végső döntést, ami lehet határozat vagy rendelet, akkor igen, továbbra is, mert ugye egy választás nem szakítja meg a határozat érvényét. Akkor most mondhatnám azt, hogy minden határozat törlődött, amit az előző ciklusban hoztak? Szépen köszönöm, ennyi lett volna a sima egyszerű válasz. Köszönöm. Köszönöm. Simon Zoltán, alpolgármester úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igen, ezt a témát én hoztam elő egy évvel ezelőtt, és lakossági fórum volt, utána néztünk a dolognak, sokan megkerestek azok is, akik azt mondták, hogy ők ragaszkodnak ahhoz, hogy ehhez a hobbijukhoz, ha mondjam így, szórakozásukhoz legyen joguk. Tehát az is tagadhatatlan, hogy mind a két oldalon volt igen jelentős számú megkeresés. Az egy fontos dolog, hogy éppen ebből adódóan, mivel én is tisztában vagyok azzal, azért hoztam fel a témát, hogy ez problémát okoz sokaknak, ezért hoztam be napirendként a november 28-án talán ezt a témát. A képviselőtestület döntött ebben,
És én mindenkinek azt tudom mondani és üzenni, hogy a jelenlegi törvény adta lehetőségek keretein belül jó döntést hoztunk. Hoztunk egy olyan korlátozást, ami valamilyen szinten tehermentesíti a város bizonyos lakóterületeit, de soha nem volt szándékunkban a teljes tiltás, mert tisztában voltam azzal, hogy ez viszont igen sokaknak az érdekeit is sértené. Tehát hoztunk egy kompromisszumos döntést, ami szerintem ezt a dolgot nagyjából megoldotta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, dr. Körmendi Szabolcs képviselő úrnak adok szót. Köszönöm, polgármester úr. Én annyit tennék hozzá, hogy én is belástam magam a témába, mert közeli jó ismerősöm keresett meg azzal, hogy miután ő felelős vagy kutyatartó, beteg a kutyája, és nagyon szeretné ezt, hogyha ha meg lenne tiltva, ugyanakkor én is kutyatartó vagyok, és tűzijátékot is szoktunk rendezni. Tehát mind a két oldalt képviselem. Én azért nem tartom, tehát nem aggályosnak tartom, hanem nem tartom meggyőzőnek ezt a 313 főt, és azért a 89 főt, aki mondjuk a szavazáson azt javasolt, hogy adják vissza az önkormányzat jogkörében ennek a szabályozását, azt én nem sorolnám a nem kategóriába. Tehát azért ez egy barokkos túlzás, hogy azokat, akik az önkormányzatnak adnák át, a tiltók közé soroljuk be. És megnéztem az ország különböző részein zajlott szavazásokat. Székesfehérváron például történt ilyen szavazás, és ott a kérdés nem az volt, hogy tiltsák be a tűzijátékot, hanem az, hogy legyen-e központi városi tűzijáték. És erre volt 80%-ban az a válasz, hogy ne legyen, hanem egyéb más dologra fordítsák a költségeket. Tehát azért nem mindegy, hogy hogyan tesszük fel a kérdést, és a két kérdést összemosni szerintem nem szabad. Ugyanígy nagyon jól hangzik a médiában, hogy 600 kutya veszett el a tűzijáték alatt, de hogyha éppen a Jánosi képviselő úr által felhozott 3100 valahány helységgel mi elosztjuk, akkor azt jelenti, hogy minden ötödik városban veszett el egy kutya, Budapestet is ideértve. Tehát én azt gondolom, hogyha megnézzük a menhelynek a honlapját, akkor azt látjuk, hogy naponta több kutya kerül Kalocsán a menhelyre, mint ez a szám. Ugyanígy a sérüléseket, 20 sérülés volt, tehát azt gondolom, hogy egy hétvégén közúti balesetben sokkal többen sérülnek meg, mint ahány a tűzijáték alatt, mégsem tiltjuk be a közlekedést. Ugyanígy mondjuk az én macskámat is elütötte egy autó, és mégsem tiltjuk be a közlekedést, még nagyon szerettük a macskát. Tehát azért azt gondolom, hogy mindennek van egy kerete, és nyilván a törvény, vagy a jogalkotó a rendelettel ezt szerette volna korlátozni, és azért ne felejtsük el, hogy amit egyébként Király képviselő is mondott, hogy ez 394,5 napon tiltva van. Tehát nem véletlen. Zárójelben megjegyzem, egy közösség oldalon láttam, hogy akkor a 394 napon akkor a másik kormányrendeletnek is eleget lehet tenni, és össze lehet szedni az esetleges kutya melléktermékeket, ezt csak zárójelben jegyzem meg. Tehát én azt gondolom, hogy mind a kettő oldalnak van igaza. Én nem tartom meggyőzőnek ezt a többséget, ezt a 313 főt. Köszönöm szépen. Dr. Bagó Zoltán képviselő úrnak adok szót. Köszönöm szót, polgármester úr. Egy módosító javaslatot szeretnék akkor megfogalmazni, hogy Király Róbert képviselőtársamnak segítsek artikulálni a politikai mondatot olyan jogi terminuszokká, ami esetleg kiállja az önkormányzatiság próbáján. Ezért az a módosító javaslatom, hogy akkor az ő általa megfogalmazott szöveg legyen az egyes pont, és abba kerüljön bele, hogy Font Sándor országos képviselőnk irányába azon írásbeli kérését, a további szövegrész megmarad. A kezdeményező szót cserélje ki arra, hogy tájékozódjon Magyarország kormányánál az adott jogszabály célú pirotechnikai kormányrendelet eltörlését vagy módosítását, és a következő kezdeményező utána a törvényjavaslattal, kezdeményezett törvényjavaslattal a kormánynál a pirotechnikai eszközök lakosság használatának betiltását, stb. A kettes pont pedig úgy szólna, hogy Kalocsán város önkormányzata éljen a felterjesztési jogával a magyar kormány felé, és a hivatal készítse el ezt a felterjesztést a következő testületi ülésre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jánosi György, képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, én még az előző határozati javaslatra szeretnék reagálni. Bizottsági véleményt közölnék, mégpedig a Jogi és Ügyrendi Bizottság
5 nem és 1 tartózkodással elutasította a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Szabó Balázs képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Bárhogy is alakuljon ennek a mostani szavazásnak az eredménye, én azért úgy gondolom, hogy ezt nem csak az én kérdésem, nem csak gondolni illik a választ a jegyző úrnak, hanem egy biztos jogi határozott állásponttal kellene rendelkeznie, mert ugye így fogalmazott többször, hogy ő úgy gondolja, én pedig úgy gondolom, hogy semmi köze a két akkori határozatnak egymáshoz. Simon Zoltán úr határozatának, meg az én határozatomnak semmi köze egymáshoz. Ahhoz, hogy Simon Zoltán úr határozata rendeleti formát kapott, annak semmi köze ahhoz, hogy az én, ha jól emlékszem, 31/2019-es határozatom még mindig él, és azt szeretném kérni a polgármester urat, hogy ha ez a mostani javaslat elutasításra is kerül, az élő határozatot legyen kedves és hajtsa végre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek hozzáfűzni valója? Megengedik, akkor ismét elmondanám a véleményem. Először is dr. Bagó Zoltán hozzászólásához csatlakoznék, a legelső hozzászólásához. Igen, alkalmatlan eszköz. Nem bántólag mondom, nem látom ennek az értelmét, megmondom őszintén. Nem látom ennek az értelmét, hogy Kalocsa Város Képviselőtestülete határozattal erősítse meg Font Sándor képviselő irányába. Tehát ezzel most mit akar sugallni? Én megértem a politikai feladatot, hogy a Font képviselő urat ebbe a nehéz témába bele akarja húzni. Ez teljesen természetes, ezzel nincs is probléma. Nekem azzal van aggályom, hogy az önkormányzatot ne használjuk ilyen politikai eszközökre, és ilyen előterjesztéseket nem értem, hogy miért hoz. Az országgyűlési képviselőre kötelező érvényűen ilyen utasításokat nem lehet hozni. Tudom, hogy ez nem erről szól, de nem lehet hozni. Csodálkozom azon, hogy ezt most hozta fel képviselő úr. Amikor volt a közmeghallgatásunk az év végén, akkor itt volt az országgyűlési képviselő, csak ön nem volt itt, akkor nem tudta elmondani neki, illetve nem tudta ezt vele letisztázni. Ő fontosnak tartotta, hogy itt legyen, és pont azért, hogyha bármilyen van, akkor ezeket rövidre lehet zárni. Rendszeresen fogadóórákat tart a városban, rendszeresen itt van közöttünk, lehet vele találkozni. Azt javasolnám képviselő úrnak, hogy akkor vegye fel ő vele a kapcsolatot, ön vele a kapcsolatot, és akkor kezdeményezze így, de ne az önkormányzatot egy ilyen határozati formában. Főleg úgy, hogy igen, ez a tűzijáték, ez egy olyan dolog, hogyha valakinek kisgyereke van, akkor az örül neki, mert hú de jó, hogy lehet, ha valakinek kutyája van, főleg beteg, akkor zavarja. Az egész évben 12 óráról van szó, ahol lehet tűzijátékot használni. 12 óra az egész évünkben. Én szerintem ez áthidalható. Nekünk a házunk mellett rengeteg tűzijátékot indítottak a szabad térbe. Adél kislányom fölsírt éjszaka, lehoztuk, ott aludt közöttünk, kicsit nyűgösebben, semmi gond, másnap ugyanúgy fölkelt a nap, ment tovább az élet. Nem érzékeltem. Tudom, hogy jövőre is ilyen lesz. Én meg azt hittem, hogy te. Direkt az ablak alatt. Most nem. No, komolyra fordítva a szót, tehát nem tudom, hogy ez miért most jött elő. Amikor 2019. november 28-án tárgyalta a tűzijáték rendeletet az önkormányzat, akkor király képviselő úr hozzászólás nélkül, szó nélkül szépen ezt végülte, semmiféle javaslat nem volt, közvéleménykutatás. Tehát már megint felmerül bennem a kérdés, hogy honnan jön az ötlet, hogy ezt most elő kell venni, és Font országgyűlési képviselőt keressük meg, és akkor menjen a kormányhoz, főleg úgy, hogy ahogy Bagó képviselő levezette, nem az ő kompetenciája. Amit Körmendi doktor mond, igen, tehát kutya, nem kutya, becsuk, nem csuk, tehát kinek mi? Sapka vagy nem sapka? Tehát ez egy ilyen kérdés, nem fogunk ebbe igazságot dönteni. Alpolgármester úr is, jegyző úr is nagyon körbejárták ezt a témát, amikor az önkormányzatunk leszabályozta ezt. Egy rendeleti formában el is fogadta a képviselőtestületünk, úgyhogy nem tudom, hogy az önös politikai célok és önös politikai eszközökön kívül
ezzel a témával miért kell így foglalkozni, de megértem, hogy ennek lehetnek politikai hozadékai. Én azt gondolom, hogy ez így nem megfelelő, és ez az előterjesztés alapjaiban is többsebből vérzik. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam. Hozzászólás nem volt hozzá, így a vitát berekeztem, szavazásra teszem fel. Akkor a módosító javaslatot előterjesztőként akkor befogadta? Igen, befogadom. Jó, jó, akkor arról külön nem kell szavazni, akkor a Bagó Zoltán, dr. Bagó Zoltán képviselő úr által artikulált, nagyon tetszett a kifejező, artikulált jogi szakszöveggel akkor a módosított javaslatot szavazásra teszem fel, kérem a szavazást. Kérem a szavazást. Négy igen, 8 nemmel a képviselőtestület nem támogatja az előterjesztést. Köszönöm szépen. Annak örülök, hogy az ellenzéki képviselők kezdenek összeverbúválódni, úgyhogy jó lesz ez. További eredményes közös munkát kívánok. 16. napirendünk, Kalocsai Települési Értéktár Bizottság 2019 második félévi beszámolójának elfogadása. A kiküldött anyagot mindenki megkapta, egy nagyon részletes, szép beszámolót ismerhettünk meg. Szeretném kérdezni a képviselőtestület tagjai közül, hogy van-e kérdése valakinek ezzel kapcsolatosan? Kérdés nincs. A vitát megnyitom, vélemény, hozzászólás van-e? Nincs, akkor a vitát zárom. A határozati javaslatot szavazásra teszem fel, mely így szól. Kalocsa Város Önkormányzat képviselőtestülete elfogadja a Kalocsai Települési Értéktár Bizottság 2019 második félévi tevékenységéről szóló beszámolóját. Kérném a szavazást. Tizenkettő igennel a képviselőtestület elfogadta. Elnök úr, köszönjük szépen a beszámoló, további eredményes jó munkát kívánok. Egyebek napirend nem volt. Polgármesteri tájékoztatót szeretnék röviden tartani. Az első téma Fogtai úti laktanya, illetve a laktanya résszel kapcsolatosan szeretném tájékoztatni önöket, illetve a lakosságot, hogy a PIP Kft., amely a magyar állam 100% tulajdonú társasága, tulajdont megszerezte Fogtai úti laktanyarészben, ahol a fejlesztést elkívánják végezni, lakásokat kívánnak kialakítani. A birtokba vétel az még nem történt meg, az folyamatban van. Soron következik majd a lőszermentesítés, talajmérés, illetve a tervezési munkálatok folyamata. Ez a beruházás is szorosan összefügg ugye a híd megépülésével, úgyhogy bízunk benne, hogy egy eredményes, jó fejlesztésünk lesz ezen a kihasználatlan területen. Második témát, amit szeretnék elmondani, az a csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése című pályázatunk. Itt a kertvárosi városrészben kivitelezési munkálatok lassan megkezdődnek. A lakó utcákban is, ez 2020. február 17 napjától várható előreláthatólag, az időjárás függvényében. Ott a megelőző napokban egy részletes tájékoztatást ki fogunk adni, hogy melyik utcákat, hogy milyen módon érinti. A következő tájékoztatásom május 8-9-10 napján az önkormányzatunk meghívást kapott Kirchheimbe. 30 éves a testvérvárosi kapcsolat, és a képviselőtestület tagjai közül szeretném kérdezni, hogy a delegációhoz ki kíván csatlakozni. Kérném, hogy gondolják át, és ha megoldható, akkor a hétfői napon kolléganőnek a titkárságon jelezzenek vissza. Május 8-9-10 Kirchheim testvérvárosi kapcsolatban képviselőtestületi tagoknak szeretném mondani. A következő
tájékoztatási pontom, ugye a vagyonnyilatkozatokat kell újra leadni 2020. január 31 napjáig. Tehát most ugye, amit leadtunk a választásra követően, azt visszakapjuk, és most újat kell leadni. Kérném, hogy a határidőt most is mindenki pontosan tartsa. Illetve amit szeretnék még elmondani 5. polgármesteri tájékoztatóként, szeretném elmondani, hogy a választások, a tavaly önkormányzati választásokhoz képest eltelt 100 nap. És az eredményt, a választások eredményét, azt mindenki tudja, mindenki ismeri, de nyilván nem mindenkinek tetszik. Kezdett visszatérni a városunkban a béke és a nyugalom. Azt hiszem, hogy az a nagyon intenzív választási kampányunk után minden kalocsai lakos erre vágyott. Vannak olyanok, akik gerjesztik a feszültséget, és békétlenséget hoznak a városunkba. Nagyon sok lehetőség előtt állunk. Nagyon sok fejlesztés előtt állunk, és nagyon az előtt állunk, hogy egy sikeres város lehessen Kalocsa. Ezekkel a dolgokkal kellene foglalkozni. Azon, hogy ki mit tud ahhoz hozzátenni, hogy fejlesszük és sikeressé tegyük a városunkat. Én ezt teszem. Én ezen dolgozom, hogy minél intenzívebb fejlődése, és minél jobb legyen az itt élőknek az életkörülménye. Akik a feszültséget gerjesztik, azokat nem érdekli a fejlesztés. Nekik az nem fontos. A konfliktus a céljuk, hogy az emberek veszekedjenek különböző fórumokon, de ez a konfliktus ez nem viszi előre Kalocsát. Ennek a körnek, aki a feszültséget gerjeszti, 5 éve volt, hogy bizonyítsanak. De kudarcot vallottak. Engem nem tudnak eltéríteni, hogy a fejlődésért és a fejlesztésért dolgozzak. Hogy a várost, Kalocsa városát sikerre vigyem. Bízom abban, hogy előbb-utóbb ők is belátják ezt, és ténylegesen a város érdekét tartják szem előtt. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam, és polgármesteri tájékoztatóra szeretnék kérni egy tudomásul vételt. Tizenkettő igennel elfogadta a képviselőtestület. Köszönöm szépen az ülést. Ügyrendi, parancsoljon képviselő úr. Csak hogy mielőtt polgármester úr bezárja az ülést, csak ennyi, hogy még egyszer szeretném megkérdezni, mert előző testületülésen is kérdeztem, hogy van-e annak valami oka, hogy ergonómilag így ülünk, illetve hogy átgondoltuk-e az előző testületülés óta. A másik pedig az, hogy mi a logikája a táblán a neveknek, a sorrendjének. Hogyha azt valaki nekem megmondja, én azt nagyon megköszönöm. Ülésen kívül jó lesz, hogyha ezt megbeszéli jegyző úrral, mert jegyző úr alakítja ezt ki, meg ők vizsgálták meg. Köszönöm szépen, jegyző úr le tudja tisztázni. Köszönöm szépen, az ülést berekeztem. Köszönöm szépen a részvételt. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is, amikor a város életével kapcsolatos további fontos döntésekről tájékoztatjuk Önöket. Viszontlátásra!